A gitárról az jutott eszembe, amikor készültem erre az interjúra, hogy a mai fiatalok, meg régebben is ugye a rockzenéért választották a gitárt, mint hangszert, hogy ők azon nagyon akarnak tanulni. Ez önnél is így volt? Nem, én a jazzzel kezdtem. Jazzgitározás ejtett szerelméül, mondhatom így, szépen kifejezve. De később foglalkoztam én is a rockzenével, meg a fúziós jazzzel is, a jazzrockkal. Úgyhogy nem maradt ki az életemből. Sőt, van olyan jellegű gitárom is, ami nem jazzgitár, hanem inkább a rockzenéhez való. Úgyhogy ez az életemben nekem is szerepet játszik, de engem már 11 éves koromban a jazz kezdett el érdekelni. Milyen hatásra? Szülei hatására? Vagy valamilyen rádióban hallott szám, vagy minek a hatása? Elsősorban apukám gitározott, és autodidakta módon kezdtünk el a gitárral foglalkozni, én is, meg az ikertestvérem is, 6 éves korunkban, és utána pedig apukám tanított minket az alapakkordokra, meg az alapdolgokra. Aztán az ikertestvérem elkezdett gitározni, nálam pedig maradt, zongorázni, nálam pedig maradt a gitár. Mindenféleképpen apukám volt hatással rám, és mondhatom azt, hogy ő mutatott olyan zenéket, olyan előadókat, mint például George Benson, akik olyan hatással voltak rám, hogy úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen ezzel szeretnék foglalkozni, sőt, fanatikus is lettem, és éjjel-nappal gyakoroltam. Aztán ki volt a mester? Ki volt az igazi mester, akinek a későbbi sikereit köszönheti? Amikor beiratkoztam a Kőbányai Zenei Stúdióba, ott először Tornóczky Feri bácsitól tanultam, nekem még mindig ő Feri bácsi, habár most már tegezzük egymást, aztán pedig Babos Gyulától, aki már sajnos nincsen közöttünk, viszont mondhatom azt, hogy az összes jazzgitáros, aki Magyarországon jazzgitározással foglalkozott, most már ugye az mindenféleképpen mondhatom, hogy az ő keze alatt biztos, hogy volt, vagy legalábbis hatással volt rá. Így van, és gondolom, hogy a később elért nagy-nagy sikereit is talán ide datálja vissza a Kőbányai Zeneiskolára. Igen, mondhatom azt, hogy ez az iskola, ez egy olyan iskola volt, ami úgymond kiképezett minket mind elméletileg, mind gyakorlatilag, de hogy őszinte legyek, maga a kitartás az nagyon-nagyon kellett. Tehát ha csak a suliba jártunk volna, és nincsen meg a kitartás a tehetségünk mellett, akkor biztos, hogy nincsenek ilyen nemzetközi sikerek, ilyen világsikerek, amiket elértünk az életünkben. De mindenféleképpen a suli az kellett hozzá, és én nagyon szeretem azt a sulit, mert nagyon sok mindent tanultam ott. Akkor meséljen nekem azokról a bizonyos sikerekről, hiszen óriási dolgokról van itt szó. Igen, hála Istennek, az első nagyobb siker az 2009-ben volt, amikor megnyertem a Montreux Jazz Gitár versenyt. Ott beválasztottak a világ 10 legjobb gitárosa közé, és hát mindenhonnan jöttek tényleg ilyenkor. Ez egy nemzetközi verseny, Izraelből, Japánból, Amerikából, és én nyertem, az volt az első nemzetközi sikerem, és nagyon hálás voltam akkor Istennek, és nagyon örültem neki, hogy sikerült. Aztán 2010-ben megnyertem egy németországi nemzetközi, ugyancsak nemzetközi ének-gitárversenyt, ahol Jelinek Emilióval, ismert celeb nevén nyertük meg 600 induló művész közül, aztán 2015-ben a világ legjobb 5 jazzgitárosa közé választottak, aztán most 2016-ban pedig a világ legjobb gitárosának választottak Los Angelesben. Csak a gratuláció hangján tudok szólni. 2009-et említett, ez egy másik fontos eseményhez is kötődik, ez a dátum. Mi az? Mire gondol? Az együttes megalakulása, vagy az 2008? 2008, igen. 2008-ban már próbáltunk, ott már volt egy jazz combo verseny itthon Magyarországon, és utána 2009-től már mondhatom, hogy amikor elkezdtük az új lemezt, vagyis a legelső lemezünket fölvenni, onnantól kezdve indult el a zenekarnak a karrierje. Azt, hogy az ikertestvére együtt játszott önnel, az egyértelmű. És a többiek hogy kerültek bele ebbe a formációba? A Józsit, a dobosunkat, őt a zeneiskolából, a Kőbányai Zenei Stúdióból ismerjük. A Plutó, neki meg úgy csak úgy jött a hírneve a zenében, a zenei szakmában, és hát olyan 16 éves korunk óta ismerjük őt is, meg a Józsit is. És mondhatom azt, hogy elkezdtünk így együtt játszani, a Józsival, a Bordás Józsival, ő már a suliban, a Plutóval pedig hát ilyen kisebb helyeken így elkezdtünk együtt játszani, és aztán pedig saját zenekart alapítottunk. Nekem nagyon tetszett a nevük, hogy honnan ered a nevük, ez nagyon-nagyon tetszett, mesélje már. Igen, ezt sokan meg szokták kérdezni, ez a Sylvester Stallone filmjéből, az Oscar című filmből származik, ez egy rövid kis történet, a Kőbányai Zenei Stúdióban egy téli napon, egy ilyen szinte bokáig érő bőrkabátban, álltunk innen a suli előtt, egy
keménytogos gitártokkal, és mindenki azt hitte, hogy valamilyen behajtók vagyunk, ugye ikrek vagyunk az ikretestvéremmel, és hát ilyen hátrazselézett, eddig érő hosszabb haj, ilyen olaszos kinézet, és azt hitték, hogy valamilyen behajtók vagyunk, és mindenki maffiának nézett minket, aztán bementünk a suliba, láttuk, hogy ilyen megrémült arcok vannak a gyerekeknek az arcai, ugye, a többi tanulónak, és elkezdtem kicsomagolni a gitárt, ott eléggé megrémültek, arra emlékszem, és hát utána kivettem a gitárt, és látták, hogy nem fegyver van benne, hanem gitár, aztán elkezdtünk játszani, és így mondták ott a suliban bent, hogy hú, hát azt hittük, hogy valamilyen alvilági emberek vagytok, és hát, hogy ugyanúgy, mint a Finucsik az Oscar című filmben, ugye, akikről ugye szabók voltak, és azt hitték, hogy maffiák. Mi zenészek vagyunk, vagy voltunk akkor is már, és azt hitték rólunk, hogy maffiák vagyunk, pedig ez távol áll tőlünk, hála Istennek, és innen ered a név, és azóta mindenki így ismer minket. Nehéz volt a kezdet? Én azt mondom, hogy mindig nehéz. Tehát nem csak a kezdet nehéz. Ahhoz, hogy az ember folyamatosan benne legyen a szakmában, és folyamatosan tudja játszani, nem lehet otthon ülni. Tehát még ilyen sikerek mellett sem lehet azt mondani, hogy most otthon ülök, és várom, hogy hívjanak. Nyilván vannak olyan felkérések, amiket nem mi szervezünk, de mi rajta vagyunk azzal is, hogy menedzseljük magunkat. Nagyon örülnénk, ha eljönne már az az idő, hogy nem magunknak kell önmenedzseléssel menedzselnünk magunkat, de bízom benne, meg biztos vagyok benne. Főleg most, hogy ugye kaptunk, hála Istennek, egy amerikai lemezszerződést New Yorkban nemrégiben, próbálunk most kicsit nemzetközileg is kifelé nyitni. És ez a szerződés, ez a lemezre szólt, arról beszél? Igen, igen, New Yorkban vettük fel nemrégiben az új lemezünket, kaptunk egy New Yorki lemezszerződést, és próbálunk most kifelé nyitni, de hát ott sem olyan egyszerű. Ahhoz kint kellene élnünk, és valahogy úgy irányítani a dolgokat, de hát mindenkinek külön családi élete van itthon. Úgyhogy várjuk azt, hogy úgy alakuljon az életünk, ahogy Isten akar, és ő majd eldönti, hogy merre felé kell jutnunk. Akkor erről a bizonyos lemezről, ha hallhatnánk valamit, milyen dalok vannak rajta, és egyéb ilyen információkat, ha megosztana vele. Ma este ennek a lemeznek a bemutatója lesz, és ezt New Yorkban rögzítettük 2018-ban, és hát mondhatom úgy, hogy az eddig megélt saját érzelmeink hallhatóak. A legelső lemezünk az egy ilyen bemutatkozó lemez volt, ahol a virtuózitásunkat szerettük volna megmutatni, és a dalírási készségünket, hogy milyen darokat tudunk írni. Ez egy jazz fúziósabb lemez. Ez az új lemez, ez pedig egy úgymond lírikusabb dallamvitelű, tehát inkább szebb lírikusabb dallamok vannak benne, és viszont maga az improvizációk azok virtuózak. Tehát most nem a dalok lettek virtuózak, hanem az improvizációk, és a dalok azok pedig egy ilyen lírikus hangvételűek. Mindegyik saját dal egyébként, van olyan dal, aminek én írtam a szövegét is. És a testvére, ő is részt vett a dalszerzésben. Természetesen együtt írjuk a dalokat, van olyan, hogy én írok egy dalt, ő ír, van olyan, hogy együtt írunk közösen dalokat, tehát van a lemezen is különböző formációban, tehát van olyan, amit csak én írtam, csak ő írt, vagy közösen írtam. Ugye ezzel a lemezzel turnéznak most, ez egy lemezbemutató turné is itt Kiskörösön, de tudja már, hogy fogadja a közönség, hogy fogadják az emberek ezeket a dalokat? Én úgy gondolom, hogy a jazznek egy kicsit egy másik oldalát kezdtük el megmutatni. Nagyon sokan öncélú zenének tartják a jazz, mert ugye, hogy fönn vannak a zenészek, és improvizálnak, és egy laikus ember nem biztos, hogy érti. Próbáltunk olyan dalokat írni, amik az embernek a szívéhez közel tudnak állni, még úgy is, hogy nem jazz rajongó, és erre volt is példa, mert jöttek már úgy oda hozzánk, hogy azt mondták, hogy én nem is tudtam, hogy szeretem a jazzt. Mondjuk egy idősebb ember, mert hogy nem tudta, hogy a jazznek van egy ilyen formája is, vagy egy ilyen oldala is. Mindig próbálunk úgy játszani, hogy ne csak magunknak játszunk, hanem a közönségnek, és a dalainkon és az improvizációnkon keresztül próbáljuk megmutatni az érzelmeinket éppen, ami bennünk van. És arról se felejtkezzünk el, hogy itt a formáció öt tagúra bővült, ugye, a négy tag helyett. Így van. Havas Lajos Csíkó, aki a meghívott vendégünk a lemezen. Nagyon régóta ismerjük őt, és nagyon jó barátunk. Ő is egy nagyon elismert ember a szakmában, ő hangszerel is, a Boyki Brothers-el is énekel, a tagja a Boyki Brothers-nek is, és mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy olyan pluszt adott a lemezhez, amivel még szebbé varázsolja a dalainkat.
Hallott már, hogy milyen, arról, hogy milyen jazz élet zajlik itt Kiskörösön? Mert annyi jazz muzsikus járt már itt a városban, és olyan sikere volt, és itt az emberek annyira szeretik, hogy gondolom valahogy eljutott az ön fülébe is. Nagyon őszinte leszek, nem nagyon tudom, hogy milyen jazz élet van itt, de most bízom benne, hogy meg fogom tudni azáltal, hogy az embereknek a reakciójait fogom majd mindenféleképpen látni, hogy hogyan reagálnak a dalainkra. Remélem, hogy tetszeni fog nekik. Sok ilyen lemezbemutató turné van még önök előtt? Igen, júniusig most le vagyunk kötve, hála Istennek, a koncertekkel, és utána pedig szeretnénk más dolgokkal, meg más projektekkel is foglalkozni. Mindig kitalálunk valami újat, van olyan, hogy klasszikus zenét hangszerelünk jazzesen, Chopin dalok például, van olyan, hogy popdalokat hangszerelünk, például lesz Kökény Attilával nem sokára most május vége felé egy George Benson estünk, ahol George Benson dalait hangszereltük meg sajátosan, és Kökény Attila fogja énekelni. Tehát mindig keressük az újdonságokat, az új dolgokat. Kiskörösön nagyon nagy a jazz zenei élet, ha itt megnézzük ezeket a plakátokat az elmúlt hónapokban. Nem is tudom megszámolni, hogy hány jazz együttes járt itt Kiskörösön. Ez mennyire jellemző országos szinten, hogy az emberek ennyire kötődnek ehhez a műfajhoz? Hála Istennek egyre jobban elterjedtek a magánkezdeményezésű jazzklubok. Budapesten a Budapest Jazz Club, vagy a Music Center, amik hivatalos jazzklub, de szerte az országban úgy gondolom, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rengeteg olyan koncert és fesztivál jön létre, ami a jazz kultúráját és az amerikai jazz muzsikát népszerűsíti, és hát ez így itt van Kiskörösön is. Nekem novemberben volt szerencsém Lombos Márton barátommal, mint vendég eljönni ide, egy nagyon jó lila hagymás zsíros kenyeret elfogyasztani, egy pohár finom borral, és utána ültünk le a Jánossal beszélgetni, és én, mint a Magyar Jazz Szövetség alelnöke is, nem csak zenészként is el voltam ájulva, hogy itt 100-120 zeneértő, kedves ember jön, és hatalmas hangulat, tapsolás, sikoltozás, és hogy igazi nagy jazz hangulat van, és ez egyre jobban, egyre több településen is működik. És ez azt jelenti, hogy országosan ezt a műfajt, ami ugye tulajdonképpen egy réteg műfajnak mondható, hogy egyre inkább vágynak rá az emberek, egyre inkább igénylik ezt a műfajt, hogy sok jazzklub alakul, ez azt jelenti? Én úgy gondolom, hogy a jazznek, még ha rétegzene is, mindig megvolt az intellektuál közönsége, csak a tere nem. Hiszen a 60-as években az egyetemi klubok adták meg a teret a jazznek, majd a rendszerváltozás után a 90-es években még a klubokba, mondhatni kocsmákba is előfordultak, majd egyre jobban kiszorult és a gépzene jött be, és mint ahogy említettem, a Nemzeti Kulturális Alapot, ennek a könnyűzenei kollégiuma, vagy a Cseh Tamás program, ami működött éveken keresztül, adta meg a teret arra, hogy kifejezetten klubokat támogasson, akár egy művelődési házon belül, vagy itt jelen esetben egy csodálatos múzeumon belül havonta összejöjjenek a jazzkedvelő emberek, és egy házi zenekar vendégülláson budapesti vagy más országosan ismert zenekarokat. Akkor mi az oka annak, vagy miért nem lehet azt elérni, hogy amikor én bekapcsolom a rádiót, és keresek az állomások között, vagy a televízió csatornái között, hogy több jazz muzsikát hallhassak? Rossz időbe tetszik bekapcsolni, és rossz csatornát hallgat. A Bartók Rádión este 11 óra után minden nap van jazz zene. Amennyire réteg zene a jazz, annyira kikerül a periféria szélére este 11-re. Vagy Budapest és vonzás körében van a Jazzy Rádió, ami még mindig nem egy országos lefedettség, de ők úgy hirdetik magukat, hogy a jazz érintésével, de azért ott is nagyon sok jazz muzsika szólal meg, illetve egyre több televízió csatornánál, kábel TV csatornánál látom azt, hogy jazz koncerteket közvetítenek, helyi televíziók felveszik azt, többször rotációba beteszik és ismétlik. A mainstream az még mindig a popzene és a populáris muzsika, illetve a klasszikus komoly zene, ezen a két síkon mozog a dolog, de mára például, ami nagyon érdekes a jazz mellett, a rock zene is réteg zenévé vált, pedig a 70-es, 80-as éveknek a popzenéje az Jimi Hendrix volt, vagy a Beatles volt a beat zenénél, most már ezeket se halljuk olyan gyakran a rádióba, de úgy gondolom, hogy a jazz az improvizációval és a magas művészi értéket
képviseli, és ez mindig örök marad, és a kultúrközönségnek erre mindig szomjazni fog, mint ahogy az e-könyv se fogja felváltani egy Kosztolányi vagy egy Mikszáth kötetet, aminek illata van, aminek hangja van, amikor lapozzuk, mert egy kultúrembernek szüksége van arra, hogy megfogja azt a könyvet, vagy azt a CD-lemezt, vagy bakelitlemezt feltegye, és egy jó finom bor mellett minőségi zenét hallgasson. Akkor azt kívánom, hogy érezze jól magát itt nálunk ma is, most is. Köszönöm szépen, és megtisztelő a meghívás.